Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 12-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban klasszikus zenei koncerttel, képzőművészettel és könyvbemutatóval várom önöket. Tartsanak velünk! A Gyöngyszemek Prágából című koncerttel megkezdődött az Alba Régia Szimfonikus Zenekar új évada. A Vörösmarty Színházban Horváth Gábor vezényletével Smetana és Dvorzsák dallamai csendültek fel. A Farkas Ferenc Bérlet sorozat első koncertjével megkezdődött az Alba Régia Szimfonikus Zenekar új évada. A nagy érdeklődéssel várt hangverseny előtt Ruf Tamás igazgató köszöntötte a klasszikus muzsika barátait. Nézzék el nekem, egy picit izgulok. Akik ismernek, azok tudják, hogy nem szoktam. De most egy picit mégis, ez a mai nap ugyanis mérföldkő. Mérföldkő, mert egy másfél év eltelt nagyon nagy nehézségek közepette, és volt egy időszak, amikor a zenészek nem játszhattak, önök nem mehettek élő hangversenyre, és ez még tulajdonképpen nem csengett le, sőt, nagyon sokan tartanak attól, hogy mi lesz a jövőben, a közeljövőben. Az igazgatói köszöntő után Szabó Balázs zenetörténész, a szimfonikusok művészeti tanácsadója avatta be a nézőket a zenekar repertoárjának felépítésébe. Igyekezni fogunk arra, hogy Alba Régia Szimfonikus Zenekar hangversenyei mindig valamilyen tematikus gondolatköré rendeződjenek. Egy kis edukációs cél is van ebben természetesen, tehát minél több részét, minél több területét az európai zene történetének szeretnénk önökkel megismertetni, közelvinni önöket ezekhez a különböző zenékhez. Ma este tehát a cseh romantika nagymestereinek a műveit fogjuk hallani. A koronavírus járványt követő első koncert nagy kívás zenekarnak és nézőnek, de a Bartók Béla téren megrendezett térélmény megerősítést adott az új művészeti vezetésnek, a muzsikusoknak és a közönségnek egyaránt. Nagy örömmel vagyok én is itt, és nagy örömmel fogom hallgatni. Számomra ez egy első alkalom lesz, hogy már művészeti vezetőjeként, de nem vezényelve hallgatom a zenekart, ráadásul itt a Vörösmarty Színházban. Nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon ünnepi lélekkel készülök rá. Nagyon fontosnak tartom a programot. Amikor megfogalmaztuk a céljainkat az Alba Régia Szimfonikus Zenekarra vonatkozóan, a művészi céljainkat, akkor Dvorzsáknak a neve kiemelt helyen volt a rövidtávú repertoárépítésünkben, és az augusztusi koncerten, amikor az Új Világ Szimfóniát eljátszottuk, nagyon örülök, hogy most folytatjuk a sorozatot a nyolcadikkal és a szláv táncokkal is. De nyilván, ha már a cseh vonulatot nézzük, akkor Dvorzsák sem kihagyható. Dvorzsák és Smetana, Janáček is a későbbiekben elő fog még kerülni. A cseh zenének általánosságban van egy olyan bája és egy olyan költői, kedvességgel telt zenei hangja, amit azt gondolom, hogy egy nagyon egyre szigorúbb határidők közé szorított életben, mint amit most élünk, és nagyon sarkos, precíz életvezetésben az ilyenfajta oldottságot nagyon jó, hogyha néhány este megtapasztalhatjuk. A koncerten a cseh zene atyának tekintett Smetana Moldva című szimfonikus költeményét, valamint a 19. század egyik kiemelkedő zeneszerzője Antonin Dvorzsák Szláv táncok című ciklusát és nagyszabású 8. szimfóniáját mutatta be a zenekar Horváth Gábor vezényletével. Igazából azért teli találat. Noha a Smetana a Hazám ciklusában nem csak ezt írta, hanem Tabor, Sárká, sok más szimfonikus költemény is van ebben a sorozatban, de valóban nem véletlen, hogy ezt játsszák legtöbbet. Ez a 12-13 percben összefoglalt eredet
és a folyó beteljesülés egy olyan szintű programzene, és annyi karaktert vonultat föl, hogy méltán vált világhírvé és népszerűvé. Kevesen tudják, hogy Smetana élete utolsó jelentős részére ugyanúgy teljesen megsüketült, mint Beethoven. És ezt a kompozíciót már teljesen süketen írta, na most ez nem hallatszik természetesen, hanem egy gyönyörű folyondár himnikus szimfonikus költeményről van szó. Ha Dvorzsák szláv táncairól beszélünk, akkor megállapíthatjuk, hogy egy zseni szülte mindenképpen, és ráadásul fiatalon tette, úgyhogy korán sem csodálkozunk azon, hogy Brahms is oda volt érte, ha úgy tetszik. Mi ebben a különleges? Hiszen a szláv táncok, ez voltak éppen tulajdonképpen egy egyszerű történet, bár klasszikus zene szempontjából korán sem. Hát igen, nem teljesen olyan egyszerű, mert igazából először egy olyan sorozatra gondolt, amiben cseh táncok vannak. Aztán rájött, hogy na de hát, lehet, hogy szlovák is, ja de hát, ilyen is, olyan is, és akkor később született meg, hogy akkor legyen egy ilyen szláv táncok általános cím, amiben sok minden belefér. És hát nagyon örülök, hogy Brahms neve előkerült, mert igazából a Brahms magyar táncok nyomán születtek meg ezek, és Brahms gyakorlatilag kiadóhoz juttatta ezáltal a fiatal csezeneszerzőt, hogy megirattatta vele ezt a sorozatot, aztán meghangszerelte, és tulajdonképpen ez indította el Antonin Dvorzsákot a világhír felé. Még egy mondatot, ha szabad. Ezeket a táncokat ugye rendszerint külön játsszák, mert nagyon hatásos ráadásszámok. Viszont most ezen az estén az Opus 46-os sorozatot eljátsszuk teljes egészében, ami 8 szláv tánc egymás után, és azt kell mondjam, hogy olyan vonulata van ennek, mint ciklus ennek a sorozatnak, hogy talán így egybe is érdemes, nem csak mindig egy-két perces ráadásszámként. Most természetesen lesz még egy Dvorzsák darab és a terítéken. Hát igen, mindenki az Új Világ szimfóniáért van oda, és hát valóban a 9. szimfónia egy csodálatos darab, de azt kell mondjam, hogy szerintem a 8., amit most fogunk játszani, még jobb. Úgyhogy bízom benne, hogy a mai közönségnek is nagyon fog tetszeni. Túl vagyunk a próba folyamaton, következik a premiér. Átalakult az Alberigia Szimfonikus Zenekar, ezt nyilván ön is tudja már. Milyen tapasztalatokkal bír? Én másfél évvel ezelőtt vezényelhettem először a szimfonikus zenekart, azóta sok víz lefolyt a Dunán, Covid-járványtól kezdve minden, és azt kell mondjam, hogy most is egy alakítható, felkészült, szimpatikus együttest ismertem meg. Ez egy nagyon nehéz program, úgyhogy sokat kellett dolgoznunk az előző héten, de bízom benne, hogy ma már csak azt hallja a közönség, hogy ó Istenem, milyen gyönyörű is ez a cseh muzsika. Koncertsorozat szeptember 23-án a Szent István Művelődési Házban a Somorjai Ferenc bérletsorozat keretében egy Csajkovszki esttel folytatódik. Megnyílt a fehérvári szalon kiállítás a Deák Képtárban. Idén 5 alkotót díjaztak Székesfehérvár város elismerésével. A fehérvári szalon több évtizedes történetében először talált otthonra a Csók István Képtárban. A tárlatlátogatók áttekintést kaptak a város képző, ipar és fotóművészetéről, szerepéről, az alkotók gondolatairól. A kiállítást Lerner Zsolt alpolgármester ajánlotta a képzőművészet barátai figyelmébe. Rendhagyó körülmények között elmondott a karakat díszítő alkotások között, mert hogy történelmet írunk azzal, hogy megszületése óta először nem két, hanem 3 esztendő elteltével rendezzük meg ezt a tárlatot. Hozzáteszem, hogy történelmi azáltal is, hogy a magyar kortárs képzőművészet egyik legikonikusabb és legeredetibb bemutató helyre sikerült a Fehérvár szalon költöztetni, idén először. Nagyon jó, hogy az erődeink megteremtették a lehetőségét arra, hogy mi látogatók rendszeresen áttekintést kaphassunk a város és az itt alkotók képző, ipar és fotóművészetéről és alkotásai által a kiállítók gondolatairól is.
nagyon találó sorozat elnevezése is. Fehérvár szalon. Ez a szó, szalon, már eleve tartással, szemléletmódot és egy jófajta közösségérzését csukalja mindenkinek, így nekem is, aki megírjóként először csatlakozom a párbathoz. De nem lennék önmagam, hogyha pár számmal nem egészítenek ki a idei Fehérvár szalon megnyitóját. Idén 40 alkotó, 56 művével művét válogatta be a zsűri. Mint minden művészi alkotás, az élet is megköveteli, hogy elgondolkodjunk rajta. Fogalmazott Albert Camus. És ugye ismerős iskola jelmény, a mire gondolhatott a művész típusú kérdés is. A művészeti szalonok, amelyek még a 21. századi formában is, meg újra reneszánszukat éli. És olyan jó érzés, hogy a kortárs alkotók itt nem csak műveik által jelennek meg, hanem személyesen is megjelennek. És hogy mi itt olyan szerencsések vagyunk, hogy az itt kiállított művekről közösen gondolkodhatunk. Beszélgethetünk alkotóikkal, beadott művről, gondolatairól, a születő következő ügyletről, vagy a világon bármiről, illetve a mire gondolhatott a művész kérdéskörülünk is. Nagyon köszönöm valamennyi alkotónak, aki gondolatot és időt szánt erre a projektre, és beadott egy vagy akár több munkát. Köszönöm a zsűri tagjainak, Cene Márta és Iski Kocsis Tibor festőművészeknek, és a szervezésben közreműködőknek, Szűcs Erzsébetnek és Izinger Katinak a munkáját. Hamarosan részesei lehetünk az eset az eredményhirdetéshez, mert ez egy komoly, majdnem 1 millió forint közdíjazású pályázat volt. Nem csordítva a nyertesek sikerét, azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy itt van mindenki nyertes. Mindannyian gazdagodtunk az idei Fehérvár szalon által, ismét bizonyosságot nyert, hogy 1000 szállal kötődünk szeretett városunkhoz, Székesfehérvárhoz, és hogy ezt a műfajok és a készítők után 1000 féle módon jelenítik meg. Éppen miatt is ígért izgalmas utazást mindannyiunknak a kiállítást, amelyet ezennel a látogatók figyelmére ajánlok és megnyitok. A Szent István Király Múzeum művészet történésze Izinger Katalin köszöntőjében kiemelte, a Fehérvári Szalon továbbra is az a fórum, amely méltó a város művészeinek bemutatkozására. Talán unalmas, hogy az utóbbi években minden kiállítás megnyitott, valamilyen szempontból a Covid hatásaival kezdjük, de most csatlakozom el a sorhoz, hiszen 2020-ban számos világesemény elmaradt az olimpia, elmaradt az európai labdarúgó bajnokság, elmaradt a Velencei Építészeti Biennálé, és ezek közé soroljuk akkor most a Fehérvár szalont is, amelyet szintén 2021-ben tudunk rendezni. Tehát 3 év lett most kivételesen az előző kiállításhoz képest ez az új időpont. Magalkoztunk elsővel, hogy körülbelül mióta rendezzük meg a Fehérvár szalont. Az biztos, hogy a 80-as években Székesfehérvár városa már szervezte ezt a kiállítást, 1998 óta pedig a Városi Képtár Deák-gyűjtemény feladata volt ennek a tárlatnak a megszervezése, és 2016 óta, mióta a két intézmény egybeolvadt, a múzeum épületeiben rendezzük meg, hát a Szent István Király Múzeum különböző épületeiben ezt a kiállítást. Korábban láthatták ezt a tárlatot a Szent István Művelődési Házban, a Volkswagenban, és most először kapott egy ilyen nagy helyszínt, tehát mondjuk a legnagyobb kiállító helyünket, a Csók István Kéntára ez a kiállítás. Gellé Miklós Gábor költő a megnyitón Pilinszky Jánost idézte meg, aki 40 éve vitte magával verseinek esszenciáját, a csendet, az egyetlen hiteles beszédet, amit mi már nem ismerünk, és amely példa a mai kor művészeinek is. Motto, Újházi Péter. Hát legyen, szólt a nap egy adott pillanatában a lírai én, vagyis én jó magam, aki vagyok, és lírai én már érezte is hátában a nagy, kozmikus tanárikkal rosszalló, gyilkos pillantását, hiszen háttal nem kezdünk mondatot, de lírai én azért is imigyel szól, hát legyen, adjuk kopasz fejünket, amely látszólag képtelenségre,
zárójel. No, a szöveg egy csatúfékkel csikorogva meg is áll, letekeri az ablakot, és fennhangon felhívja a hallgatóság figyelmét, nem a szellemességre, képtelenség, miközben nagyon is képekről lenne szó, zárójel bezárva. Szóval nézzük meg akkor a világot egy szalon kényelmes páholyából, amelynek jelzője is van, mégpedig lírai én szülővárosának nevéből képzett, fehérvári. Nézzük meg a világot és a legújabb világ végét, az éppen aktuálisat, ezt az azonnal oldódó, gyorsan felhőpíthető, instant, 5G-s, letölthető, hibrid, intelligens, adalékanyagok és kiszfokozó hozzáadása nélkül eredeti alapanyagokból készült akciós, egyet fizet kettőt a világ végét, amelyhez csinos kis applikáció is megrendelhető bármely okostelefonhoz. Persze mi ezt a világ végét is túléljük, mi aztán nem hagyjuk magunkat, nekünk aztán nem mondja meg senki, majd mi megmutatjuk, sőt, házhoz is rendeljük valamelyik csomagküldőszolgálattal, nehogy már még mi menjünk elért. De hogyan is fest, zárójel, hopp, újabb satufék, líraén, újabb szellemességet, zárójel bezárva, ebben a szalomban mindez. A líraén tört horizontra lát, amelyen lépcső indul el a húzatos kék felé, de félúton, bátortalanul, gyámoltalanul megtorpan, mi van, ha a házigazda már elköltözött, nincs otthon senki. A nagyvárosi utca torzóit látja, az ember nélküli szürke firmamentumot, véletlen szülte háromszöget, amely valamikor az Atya, Fiú, Szentlélek lakhelye volt, fényt és árnyékot, szilánkokat, a széthullott, majd az általunk kapkodva minden szakértelem híján összetákolt életünk darabjait, amelyek között egy árva kis halvetű bújdokol a civilizáció utolsó maradéka. Lát a olyan alkimista wellness, a kihűlt prima matériában fürdőző valamiféle melegségre vágyó, a saját arcuktól megfosztott női alakokat, kozmikus és földi áldozatokat, az utolsó vacsora levegőbe emelkedő top menedzserek által körbeült súlytalan asztalát, az álmainkat is elszűkítő metafizikai szorongás, táncnak indult kétségbe esett mozdulatot. Lát bátortalanul bizonytalan kézzel karcolt ősi jeleket, amelyek boldogabb időkben irányt mutattak, kelyhet, amelyből már elfogyott a bor, de lát kereszteket is, a fáraó keresztjét és Krisztus keresztjét, amelyek újra és újra eljönnek értünk, hogy legyen mibe megkapaszkodnunk, de akarunk-e megkapaszkodni. A tárlat kurátora örömének adott hangot, hogy a seregszemlén megmérettetett művészek egyre több alkotói műfajban jeleskednek. Nagy örömünkre telt valóban, amikor egyre érkeztek a művészek 8-án és 9-én a beadáskor. Az is nagy örömünk, hogy König Frigyes is jelentkezett műalkotásokkal, és hát 2-3 generáció munkáit látjuk itt, tehát nem véletlen, hogy a témák és a műfajok nagyon változatosak. Ezt a zsűri is így értékelte, külön kiemelte azokat a műfajokat, amik Fehérváron nagyobb arányban vannak jelen, így a dobozművek, nyilván ezt mi is tudjuk, az elektrografika, de hát a festészetben is egyre több jó művész jelentkezik, ahogy a díjakból is majd látható lesz. Megerősítést jelent, hogy ennyiféle stílus képviselteti magát, hiszen Idestova most már egy emberöltönyi távolság választ el bennünket, hogy elindult a művészeti képzés, és számtalan név visszaköszön. Így van, de ugye festészeti oktatás középiskolai szinten nincs. Grafikusokat képez, kerámikusokat és textiles alkotókat a középiskola. Ezért akik festőművésznek mennek, azok egy új utat kezdenek. Nyilván már elkezdődik ez középiskolában, de a festészeti útjuk az a képzőművészeti egyetemen, főiskolán indul meg. És hát nem követik, ott sem követik a mestereiket igazán. Olyan plurális, olyan sokoldalú ma a művészet, hiszen az utolsó korstílus szinte a szecesszió volt, ha már utána az avantgárd művészeti irányzatok is szerte szétágaztak. Tehát nincs a művészetben igazán egy meghatározó irány. Vannak trendek, vannak vonalak, a művészek közül sokan divatként is alkalmazkodnak hozzá, de igazán azok a jók, azok lesznek a jó művészek, akik merik vállalni az önálló útjukat. Idén 5 alkotót díjaztak Székesfehérvár megyei jogú város elismerésével.
A rangos szakmai zsűri javaslata alapján a 200 ezer forint értékű fődíjakat König Frigyes és Cservenka Edit festőművészek kapták, míg Dér Adrien képzőművész, Búrján Norbert szobrászművész, Végvári Beatrix grafikusművész 150 ezer forint jutalomban részesült. A képzőipar és fotóművészeti seregszemlén Csizik Balázs képzőművész 150 ezer forint értékben a Székesfehérvár fejlődéséért alapítvány díját vehette át Lerner Lórántól, az alapítvány kuratóriumi tagjától. Bokros Judit moderálásával mutatták be Srenk Éva, Füstfaragó Flórián és Keszei István verses kötetét a Vörösmarty Mihály könyvtár olvasótermében. A Lépted a léptem szerzői egy családot alkotnak, az édesapa, a nagybácsi és a lány versei egy családi versgyűjtemény részeként jelenhettek meg. Lelkedbe látok, látom a varázsot, tudom, hogy mikor játszol, szeretem, amikor látszol. Azért szeretlek, aki vagy, s nem azért, mert szeretsz, mellettem nyugodtan önmagad lehetsz. Azok a költészetbarátok, akik ellátogattak a Vörösmarty könyvtár olvasótermébe, ezúttal sem csalódhattak, hiszen egy egyedi versgyűjtemény bemutatásának lehettek tanúi. A Lépted a léptem kötet gondozója Srenk Éva, édesapja Schmidt Gyula, költői nevén Füstfaragó Flórián és nagybátyja az 56-os hős, a Párizsba emigrált Keszei István ugyanis olyan egészen kivételes életművet tudhatnak magukénak, amely alapján mindhármuk példa és példakép a múltban, a jelenben és a jövőben is. Önarckép. Az idő ablakára fagytam, mint a kristály. Szilárdan tündököl lábam, kezem, de így is szédül minden porcikán. A folyam sodrára emlékezem. Valójában ez egy folyamat eredménye, mert először megjelentek Keszei István összes versei a Magyar Advent című kötetben. Aztán sorra jelentek meg az én köteteim, viszont édesapámnak még nem volt egyáltalán kötetei, sőt annyira nem is ismertük még mi a család sem az ő verseit. És akkor valamikor előrukkolt vele, és hát az volt az elképzelésem. Egyrészt éppen nem volt kiadandó verses kötetem nekem, csak néhány vers, amit gondoltam, hogy szívesen közé tennék, de azt gondoltam, hogy most akkor ez adódik az alkalom, hogy mind a hárman egy kötetben megjelentessük a verseket, így akkor édesapám is még életében a kezébe foghatja a kötetet, aminek biztosan nagyon fog örülni, és hát így, valahogy így. Ez egy folyamat volt, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen egy sok kötetes remek költőnek, milyen volt szembesülni azzal, hogy találkozik az édesapja verseivel? Hát azért nem teljesen most találkoztam, azért úgy részletekben már ismergettem őket, csak úgy most kerültek így összefogásra, és most vettük elő az összeset. Az én számomra nem volt idegen, illetve érdekes volt rácsodálkozni, hogy az ő stílusa is sok mindenben hasonlít az enyémhez, sőt a Pista késői versei is nagy mértékben. Tehát a tömörítés és az egyszerűség, ami mind a hármunkat jellemez, ez mindegyikünkre jellemző volt, annélkül, hogy egymást utánoztuk volna. Ha már Keszei Istvánról is szó esett, akkor beszéljünk egy kicsit az ő verseiről. Hosszú ideig nem juthattunk mi hozzá itthon Magyarországon, aztán kiderült, hogy egy fantasztikus életút és nagyszerű versek állnak mögötte. Igen, hát egész életében összesen egyetlen egy válogatott verseskötete jelent meg Rómában, az Angyali merénylet, úgyhogy, de mi azért ismertük a verseinek nagy részét, mert levelekben hazaküldte őket a verseit. Viszont az összes verseinek a kiadása csak halála után már 2008-ban, hát ő 1984-ben már meghalt, tehát jóval halála után
került sor az összes versének a kiadására. Megerősítést jelent önnek, hogy most így együtt van ebben a kötetben a léptem, a lépted? Igen, jó érzés. Jó érzés ezt a köteléket így nyilvánosságra is hozni, és megmutatni másoknak, hogy a családi kötelék és a szellemi-lelki rokonság ez hogyan nyilvánul meg. Meghiúsult ön arckép. Nem nézhetek saját szemembe, csak véges végtagjaim láthatom. Pedig közben a végtelen keresztül suhan arcomon. Különleges volt ez az este, hiszen Kesze István költészete, aki emigrációba kényszerült az 56-os forradalom után, hosszú ideig elérhetetlen volt a magyar olvasók számára, míg az édesapa versei egy letűnt kor hiteles gondolatait tárták elénk. A bensőséges hangulatú esten az olvasók a verseken keresztül megismerhették egy család történetét, elkötelezettségüket a jobbító szándék iránt, költői nyelvükben hitettéve magyarságuk mellett. Nézd fel az égre, de ne szávolj, milliónyi csillag pislákol, választ magadnak egy csillagot, s gondolj bátran valami nagyon. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!